Szeretettel köszöntöm a Hitélet nézőit. Mai adásunkban Korondra, a Róráti misére vezetjük el önöket. Tartsanak velünk! A Róráti az a hajnali mise, amit advent első vasárnapjától karácsony első napjáig, minden nap még a napfelkelte előtt, reggel 6 órakor tartanak. A Szent Mise Szűz Mária tiszteletére és a Jézus eljövetele utáni vágy kifejezésére szolgál. A Róráti név a mise kezdő énekének első szavából származik. Róráti Czölide Super et Nubes Pluant Justum, azaz harmatozzatok egek onnan a magasból, s a felhők hozzák az igazat. Templomaink hívó harangjai minden reggel már hajnalban 5 órakor legtöbb helyen megszólalnak, és felhívják a figyelmünket a lélekre, és az elcsendesedésre, hogy tegyük félre a világi csábításokat, a világ dolgait, és törődjünk a lelkünkkel is. Így az elcsendesedés a templomban lehetséges. Szűz Máriával együtt várakozni az Úrra, mert a Róráti misék, ezek Máriás misék, angyali misének is nevezik, ahogy ő várakozott ugye Szentfia megszületésére, ugyanígy megpróbálunk mi is őt utánozva, főleg megtenni, amit ő tett. Gyerekek sokassága igyekszik kora reggel, hogy a Szent Mise alatt minisztrási szolgálatot teljesítsen. Nekem is egy kikapcsolódás, önmagam tudok lenni, és iskola előtt jó, már meg tudok nyugodni így a suli stressz előtt is, és jó így iskola, templomból iskolába menni, mert megnyugvást ad, és valahogy úgy felszabadít. Könnyebb a napom, és így felszabadító. Én is úgy érzem, hogy kikapcsolódok, ami előtt megyünk az iskolába, nekem így sokkal jobb. Nagyon várom a karácsonyt, és lemondok az alvásra, hogy tanálkozzak a Jézuskával. Nekem ilyen feláldozás, és nagyon jó esik a lelkemnek. Megnyugvás, jó érzés nagyon. Ajánlom mindenkinek. Ez az első reggelem, hogy jövök. Hát elég jó, az ünnepekre készülünk. Én mindig feltöltődök ezen a pár napon, amikor tudok jönni. És jó érzés, hogy áldozatot tudok hozni azért, hogy minden reggel fel tudok kelni, és át tudok jönni. És jó érzés, hogy a többi ember is képes áldozatot hozni azért, hogy korán fel kell is álljon. Na már több éve, hogy mindig jövök. De a gyermekkoromban is rengeteget jártam. A bűnbánatom van a lényeg, ezért amióta itt vagyok, minden reggel fél órát gyóntatok a hajnali mise előtt, fél hattól egész hatig folyamatosan jönnek lelkileg megtisztulni az emberek, és ez szép, ez bensőséges élményt nyújt nekem is, mint lelkipásztornak, és ebben segítem az embereket, saját magamat elsősorban, és az embereket is, hogy lelkileg felkészüljenek a karácsonyra. Igaza van Szent Ágostonnak, hogy hiába születik meg Jézus karácsonykor ezerszer is, hogyha a te szívedben nem születik meg. Itt Korondon nagy hagyományt őriz az, hogy az emberek ilyenkor hajnalban 6 órakor Rórátira jönnek. Szerintem még többen is vannak, mint a vasárnapi misén, ilyen 200-250 körül. És számomra egy ilyen lelki felüdülést jelent, ami így a reggelhez kapcsolódik, egészen ugye karácsonyig. Gondolom mások számára is nem hiába jönnek. És jó azért az eukarisztiával, Jézussal és a Szent Misével indítani a napot, és akkor így gördülékebben mennek a dolgok általában. Adventi időszakban szerintem legfőképp az egyik fontos dolog az, hogy elcsendesedjünk,
elmélyüljünk hitünkben, lelkiismeretvizsgálatot végezzünk, készüljünk imádsággal, szívvel, szeretettel embertársaink iránt, és hogy felkészüljünk arra, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus eljöjjön mi hozzánk, és évről évre teljesebbé tegye a mi életünket. Szent Bernát három eljövetelről beszél. Az első a Krisztus testbeni eljövetele, ugye, amikor megtestesült és eljött hozzánk karácsonykor, tehát Krisztus első eljövetelének a megünneplésére való előkészület egyrésztről, és ugyanakkor felkészülünk Krisztus második eljövetelére, és ezt készenléttel várjuk. Tehát ne csak külsőleg készüljünk karácsonyra, és az ajándékvásárlási láz, ez teljesen lefoglalja bennünket, és csak külsőleg ünnepeljünk töltött káposztával, meg mi egymás terített asztallal, hanem belsőleg készüljünk föl. Szent Bernát szerint a közbe esik a Krisztus lelki eljövetele egyénileg, mindenkinek az életében el kéne jöjjön Krisztus. Ma megszoktuk ezt, hogy jövünk, és szeressük jönni, minden reggel jövünk. Amióta megkezdték, járunk. Sokan vagyunk azért. Tessék, csak bejönni a templomba, még lássák, menjen össze. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Urunk Jézus Krisztus, Te mennyei Atyád akaratának teljesítéséért jöttél, Uram, irgalmazz! Urunk Jézus Krisztus, Te tanításodat üdvösségünk alapjául adtad, Krisztus, kegyelmezz! Urunk Jézus Krisztus, Te Atyád új népe közé hívtál meg bennünket, Uram, irgalmazz! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Amen.
mindaz, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonló a bölcsemberhez, aki kősziklára építette házát. És ömlött az eső, jöttek az árvizek, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert kősziklára épült. Mindaz, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette házát. És ömlött az eső, jöttek az árvizek, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, amely összeomlott, és romhalmazzá lett. Ezek az evangélium igéi. A Szent Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvérek, az új egyházi év, az advent elején elindultunk egy úton, amelyen Szentatyánk Ferenc pápa vezet bennünket, az ő elmérkedéseivel folytatjuk tehát az ő homiliáit. Kedves testvérek, ha hallgatjuk és átültetjük a gyakorlatba az Úr szavát, az azt jelenti, hogy sziklára építjük a házat. Jézus megfeddi a farizeusokat, amiért ismerik a parancsolatokat, de nem valósítják meg azokat életükben. Szép szavak, de ha nem ültetjük át a gyakorlatba, nem csak nem használnak, hanem ártanak is. Megtévesztenek, elhitetik velünk, hogy szép házunk van, de közben nincs alapja. Olyan ház, amely nem sziklára épült. A szikla képe az Úrra utal. Az olvasmányban Izaiás azt mondja, bízzatok az Úrban szüntelenül, mert az Úr örök kőszikla. A szikla Jézus Krisztus. A szikla az Úr. Erős szó, életet adó szó. Ha ez a szó Jézus Krisztusban gyökerezik, akkor segít előre haladni, elviselni a támadásokat. Az a keresztény szó, amelynek nincsenek éltető gyökerei egy ember életében, Jézus Krisztusban, az Krisztus nélküli keresztény szó. És ha Krisztus nélküli keresztény szavak becsapnak, ártanak. Ezután a jó Isten áldását kérjük az Erdélyi TV munkájára, és szeretettel kívánunk nekik és minden nézőnek további üdvös adventi várakozást, és áldott békés boldog karácsonyi ünnepeket. A Rórátérről hazatérő emberek lelkileg feltöltődve, elcsendesedve, örömmel kezdik a napot. Szeretek mindig. Nekem nincs olyan vasárnap se, hogy ne jöjjek a szentmisére, és az adventi Róráti szentmisékre is 20 éve már, hogy járok. A Róráti az várakozás Krisztus születésének. Várjuk Krisztus újra születését. Szóval ez olyan felemelő számunkra, amikor már kiskorunk, gyerekkorunktól. Ezt úgy megszoktuk, várjuk úgy, mint a gyerekek, hogy várják, mi is annyira nagyon várjuk a karácsonyt. Nagyon jó, nagyon feltöltődés az én számomra. Én minden évben szoktam járni, nekem nagy feltöltődés az ünnepre való várakozásra.
Természetesen, hogy a világban élünk, és a világ hatással van ránk. Bent a lakásunkban, és ott van a tévét, ha bekapcsoljuk, akkor reklámokkal bombáznak, mindenféle árucikkeket kínálnak. A konzum társadalom mindenképpen próbálja behálózni az embereket, és különféle csábításokkal, kirándulásokkal, amelyeket reklámoznak, hogy karácsonyt hol lehet eltölteni, minél több szórakozásban és élményben legyen része az embernek. És akkor, hogyha kimegyünk vásárolni is, tele vannak az üzletek, sok reklám és árucikk az embereket elszédíti valósággal. És hát könnyen eltereli a figyelmet a lényegről. Na, tehát a világban élünk, a világnak világhatással van ránk. Jézus korában az emberek várták a megváltót. Ugye évszázados időre gondolunk vissza, ami alatt az emberek sóhajtoztak a megváltó után. És Jézus Krisztus egy olyan korban született meg, amikor a zsidó ország a római uralom alatt volt, tehát rabságban sínylődött, és ezért a messiás várásuk inkább politikai síkra terelődött, inkább felszabadítót vártak a megváltóban, aki ugye felszabadítsa őket a római uralom alól. Sajnos ugye ennek következtében ugye nem ismerték föl a megváltás idejét, ahogyan Jézus is elpanaszolja, amikor megsíratja Jeruzsálemet, hogy nem ismertett föl látogatásod idejét, övéi közé jött, és övéi nem fogadták be. Ugyanezt mondhatjuk ma is. Jézusnak a szava, az ő tanítása nem tudja túl harsogni a mai világ reklámait és nagy kínálatát és hangoskodását, mert ő csendben jön ma is, ahogy akkor csendben született meg Betlehemben. Nem volt világra szóló esemény, ugyanúgy jön el ma is a lelkekben, és vannak, akik meghallják, ugye, akik befogadják, és azoknak hatalmat ad, hogy Isten fiai legyenek, ahogyan annak idején is, ahogy Szent János mondja, akik nem a test és vér akaratából születtek, hanem Istenből születtek. Hát, a kicsi mustármagból így lesz nagy terebélyes fa, itt terjed az Isten országa, és mindez belsőleg zajlik a lélek csendjében, és úgy gondolom, hogy ez mindig is így lesz. Az ember lelkülete Jézus születésének korához képest nem sokat változott. De az adventi időszakban mégis reménységgel készülünk arra, hogy ezen az ünnepen mi is megkapjuk azt a lelki ajándékot, amitől egy kicsit jobbak, békésebbek, Istenre és egymásra figyelőbbek leszünk. Négy gyertya közül a rózsaszín az örömet jelenti, és advent harmadik vasárnapja az öröm vasárnapja. Ezért
annak az örömnek kell hálát adjunk, amit Isten ad nekünk, hogy a megváltás közel van. Tehát az, hogy megszabaduljunk a bűntől és ennek a világnak minden csábításától és visszahúzásától, a rossztól, mindenféle káros behatástól és minden félelemtől, azért gondoljunk az evangélium örömhírére, arra nagy ajándékra, amit kaptunk adventben, karácsony ünnepünk, legyen igazi, bensőséges és valóban újjászületés, Krisztus születését ünnepelve.